fél éve betegállományban vagyok, egy íhüvely gyulladással indultam el, mert a 12 órát sikerült épelni egy nap. Hát nem tudom, a 6 órás törvényben nem tartásának ez persze, a következménye. Persze. Nem lehet 12-15 órát dolgozni, igen. Nem foglalkoznak. Igen. Aztán, hát azt hiszem májusban elmentem betegállomány. Mi volt a feladatod, mit kellett csinálni? Feliratozó segédszerkesztő voltam. A siketeknek a teletextről mit leszük ki a feliratokat, és mi megvan, igen, jó. Meg, az annyit tesz, hogy mondjuk van egy másfél órás film, azt az egész szöveget le kell gépelni, ugyanúgy, mint egy magnó, csak látjátok, halljátok, megállítjátok, gépeltek, négy sor fér egy kis rublikába, tegnap is néztem, pont tegnap volt egy ilyen műsor, ahol siketek, ilyen fogyatékosokról volt, és akkor pont ott volt egy ilyen pont ugyanazom. Így van. Tehát ezt le kell írni, be kell tördelni, plusz, hogyha még valami olyan van, hogy keresni kell az interneten, hát azért ez időigény. Másfél órás filmet, ezt egy olyan normálisan, attól függ, hogy mennyire nehéz a film, egy olyan 20 óra, 22 óra alatt lehet megcsinálni. Júniusban visszajöttem dolgozni, két napot dolgoztam. Már rég, tehát ez a szakmád, Nem, én rendezőasszisztensként dolgoztam. Sokáig, 15 évig a Duna Televízióban. Na, hát az nem egy kis pályafutás. Igen, mindig. Aztán ide kerültem az MTV-hez, a Híradóhoz, ahol szintén rendezőasszisztensként dolgoztam, de az ottani főnököm, Dányi Lajos, azt mondta, hogy nem vagyok kommunikatív. Na. Én elég jól elkommunikálok vele, de hát, ugye, na, én is úgy gondolom, mindenki csak nevet rajta, és akkor onnan kilúgtak, akkor volt egy lehetőség, itt a kollégáim hívták fel a figyelmemet, hogy hát ne kerüljek már innen a televízióból feliratozó segédszerkesztőt, hat embert keresnek. De ez már egy szükségmegoldás volt ahhoz képest, nem? Beadtam az önéletrajzomat, én megmondom őszintén, nem számítottam erre, hogy ez most akkor visszavonásra kerül. Igen, igen. Oké, rendben van, beültem, hogy akkor csinálom ezt a munkát. Ez már rögtön kiderült, ketten kezdtük el, és hat embert kerestek. Igen. Júniusban ketten kezdtünk el dolgozni, aztán a kolléganőm augusztusban talált egy másik munkát, ő elment, majd akkor megint jöttek ketten, akkor már voltunk hárman, a hat ember helyett. Igen, igen. Van egy KFT. Van egy KFT, ami a Magyar Televízió tulajdona, és azon belül működik a feliratozás is, a teletext is, és minden más. Igen. Most ez másra nem jó, ugye, mindenki tudja, hogy ki lehet hordani a pénzzsákkal. Mert hát mi értelme van ennek a KFT-nek, megkérdezhetem? Tehát van egy Magyar Televízió, meg van egy külön KFT, ami a Magyar Televízió tulajdonos. Ritka hülyének nézik az embereket, de komolyan. Van egy olyan KFT, de ez tényleg hülyeség. De akkor mondom, tehát én tavaly, amikor oda kerültem, nekem a kutya nem mondta, hogy ugyan én a Magyar Televíziónak a dolgozója vagyok, de kölcsön adnak a KFT-nek. Fél éve ültem ott, és nem értettem, hogy milyen KFT-ről beszélnek. Ez nekem is gyanús mondjuk. Ugye? Csak így forgattam a fejem, KFT? Milyen KFT? Kiderül fél év után ott ülök, és azt mondják nekem, hogy ez egy KFT? És nem is a Magyar TV-be jössz be minden nap? Hát akkor most hova jövök? Arról nem beszélve. Janus. Tavaly június óta azoknak, akik ott dolgoznak feliratozóként, a nevük még ki sincs téve. Tehát engem, ha valaki keres a házba, felejtsd el, hogy megtalál. Mert azt se tudja, hogy hol keressen. Azért ez is valahol sántít. Arról nem beszél, hogy a KFT dolgozóknak más a munkaidő beosztásuk, meg gondolom a bérezésük is, mint nekünk. Tehát nem elég az, hogy a 6 órás számítógép előtti törvényt nem tartják be, sehogy. A munkaeszközök nem megfelelőek, mert egy olyan széken ülni tényleg, ahol 20 centi hiányzik a lábam meg a föld között, hát szerintem azért így a 21. században ez egy bármi vicces sztori. Most, amikor jutottam a családomból új erőszaknak a tüntetésre, és eljöttek hozzánk a mindások zenélni. Nem akarod, hogy eljönni? Nem, a zenészek zenélni, dobosok, tehát egy ilyen rendes... Eljöttek, de nem is De jöhetne? Esetleg? Persze. Elképesztően felhívták a figyelmet. Hát az persze, különösen jöjjenek 14.30 felé, mert akkor ebben még csak gyülekező van, és addig jár zene is. Szóval itt legalább táncolni. Na hát, már megint hát táncos voltál, ne? Az volt. Hagyj lássuk. Persze. Nem a Milán, a Nanett tüntetésen volt a volt. Jó, minden. Hát az De akkor itt majd jövök, hogy egy
Sándor, igazságnak nem volt új jól, amikor én voltam, és azt is ez az egyik legnagyobb. Lehet, hogy ez annak, aki kinevezte, tetszett, amit csinál, és éppensége a továbbra is hasonló dolgokat szeretne tőle látni. Hát akkor ez nagyon egy másik világ, de én nagyon remélem, hogy ez nem így van, hanem egy egyszerű félreértés, amit aztán valahogy nem csináltak. Abszolút. Magában egy konkurát, annyira Néznénk a híradókat, figyelj, látnak minket, nem. De nem itt tévézgetek. Jó, de ez azért mondjuk ez volt rá. Most nem azért, most nem lehet már tovább fokozni szerintem. Lehet. Azért szánalmas az egész, és azért is nem lehet elmenni szerintem, nem lehet ezt abba hagyni. És hogy lehet abba? Mi lesz a vége? Hát mi lesz a vége, az, hogy elfogyunk, aztán újra a helyünkre állnak, benni fog megállni a dolog. Szerintem ezt nem lehet abba hagyni, amíg nem történik meg, hogy ezek az emberek elmennek. Senki, se bent a házban nem fogja elfogadni, hogy itt tényleges változás történt, ezek az emberek helyükön maradnak. Az, hogy egyik elmegy, az nem változtat. Az kell itt mindenkinek, hogy lássa, hogy ezek az emberek eltávoztak, elmentek. Nem azt mondom, hogy ettől egyik pillanatra megváltozik a helyzet, de szerintem akkor sokan előjönnek. És elmondják. Még van, azt tudom, hogy most is lesz még a napokban egy-két ember, aki elmondja a történetét, hogy hogyan kényszerítették arra, nem fizikai eszközökkel, más eszközökkel, hogy megváltoztassa a valóságot, vagy hamisan tüntesse fel a valóságot. Ez kell, azért lenne fontos, hogy eljöjjenek azok, akik tudják, hogy mi történt bentről és kintről is. Mi úgy neveztük ezt a sajtótájékoztatón, hogy a lelkiismeret napjai, a mai nap meg a holnapi, és ez a sajtónak a lelkiismerete. Aztán a civilek ide jönnek, de gondolom ők is azt fogják mondani, most mi itt vagyunk, rajtatok a sor, tessék. És azért mondtuk, hogy várunk mindenkit, és ez most már nem csak bal, jobb oldal, közép, hanem mindenkinek, hogy egyszerűen egy ilyen nem lehet mindenki összehallgatni, hogy mi ennyit tudunk tenni, saját egészségünket is kockára téve. Legalább a lelkiismeretünk legyen tiszta, más nem tudom. Én mások helyett nem tudok beszélni, azoknak kell most már előrelépni, akik tudják, mi történt nap, mint nap, akár ma is, tegnap is, tegnap előtt is, hogy mit tettek. Szerintem ők is jobban éreznek magukat, mert én is beszéltem a sok kollégával, akik nagyon szemben megsírnak magadok, de hát ez kevés. A kollégák rettegnek attól, hogy mi van, hogy elmondja, és mi lesz az a következménye. Szerintem ez a legrosszabb. Tehát ez mindennél. Ez a csalásoknál, a hamisításoknál is rosszabb. Ezt kell valahogy áttörni ezt a falat. Az biztos, hogy a televízióban mindig az a hír járta, hogy itt sztrájkot szervezni képtelenség, mert mindig lesz egy ember, aki megnyom egy gombot, és elindul egy film legrosszabb esetben is. Tehát mindenkiben az a gondolat és tudat él évtizedek óta már, amennyire én belelátok, hogy itt esélytelen bármilyen ellenállás. Tehát tényleg ti vagytok az elsők, akik megmutatják, hogy meg kell próbálni. Hát azt hiszem, itt ez az egyetlen dolog, hogy ez kellenek valószínűleg önfeláldozó emberek, nem magamról beszélek, de hogy össze kell fogni. Tehát én értem, hogy valaki egyedül fél, de hát megveszi a többiek, de hogy ugyanattól félnek, ugyanúgy rettegnek. Fogják meg egymás kezét, 10 tizedet vagy 5 riporter, és kijönnek ide. 5-en. És elkezdenik beszélni. Itt, ha ez megtörtént volna, szerintem már rég nem vagyunk mi itt. Amit mi követelünk, az már a tegnap előtt megtörténhetett volna. Egyszerűen tarthatatlan lenne. Itt 5, és akkor azt mondják, nem elég, jön a 6., jön a 7. Vagy felállnak műsor előtt, megfogják a kazettát, lemegyünk ide. Ha nem mentek el, akkor nincs maradás. Fizikai is meg tudnák tenni, és nem azon gondolkodni, hogy a sztrájktörvény 27. paragrafusának 4. bekezdése szerint ez megfelelő. Nincs az a bíróságon, hogy azt mondaná, hogy vagy ebben bele lehet, hogy azt mondod, hogy jogellenes volt, és akkor mi történik. Ebben a tekintetben nyilván a jogsértés természetesen van következménye, de egy ilyen kellene át szerintem, hát
itt voltak, mondjuk azt is tudni kell persze, amit a sajtótájékoztatót tartottam, akkor is itt lejöttek, és bátrak voltak az a öt vágó, ki lejött éppen, akik le is tudtak, ő nem vágtak, és rögtön utána megfenyegették őket, de hát akkor nem az lett volna szerintem a válasz, hogy azt mondják, hogy jó, nem tudunk mit csinálni, akkor le kellett volna, amikor ezt kellett volna, akkor nincs itt vágás. Egyik vágó sem. Nem, nem strike. Ez elutasítás a terrornak és a félelemnek. Hát még mi lett volna itt, ha azt mondja, 100 vágó összefognak, nincs, senki nem vágja meg, amíg ezek az emberek nem távoznak el. Hát biztos, hogy Böröc István, Belénesi Csaba, de lehet, hogy Szalai Anna már is megjelent volna egy pár olyan emberi, mert nincs híradó. Hát az lett volna egy hír, hogy nincs híradó, vannak a híradóban műsorvezetők. És legmerészebb álmaidban ez a történet hogy ér véget? A legmerészebb álmaimban? Nyakamban tudod így át. Hogy bűnbocsánatot kér, és azt mondta, hogy tulajdonképpen rájött, hogy mennyi gonoszságot követett el, és mennyi hamisságot, és elmondja talán a történetét, hogy miért, hogy jutott egy, lehet, hogy valamikor tehetséges szerkesztő riporter ide. Mert biztos neki is megvan a története, de hát itt nem róla szól, meg nem a helyetteseiről, meg nem a hamisító. Ő szerkesztő. És amikor reálisan gondolod végig, akkor mi a legjobb, legpozitívabb dolog, ami történhet? Hát szerintem azok, hogy ezek az emberek, hogy itt most négy, aki persze lehet utána fokozni, de hogy mi van, akik most mögöttük hazudoznak arról, rólunk, mindenkiről, hát szerintem ha ők elmennek, akkor lesz az emberekben egy ilyen olyan érzés, hogy na végre megtörtént, és szerintem akkor azért, akkor itt valami elkezdődött, és azt már így, ugyanígy, ilyen formában nem lehet. Emberek azt mondják, hogy na akkor mégis van. Van remény, össze tudunk fogni, és a következő az lenne, hogy tényleg összefognának, és azt mondanak, figyeljetek, hogy ez ne történhessen meg, csak úgy tudjuk megakadályozni, tényleg együtt vagyunk. Annak ellenére, hogy nem biztos mindenki puszipajtás a másiknak. Lehet, hogy fizetésben is különbség van, de azt mondjuk ezek a közös érdek, hogy ha nem állunk ilyenekben össze, akkor eltipornak. És bármelyik hatalom, tehát ha olyan lehetőséget adunk egy hatalomnak, akár itt kint belül, vagy korlátlan, azt tehet meg, hogy letakar, betakar embereket, mert ő éppen úgy gondolja, lehet ez politikai instrukció, lehet azért, mert nem tetszel, bármire képes. Hát erről szól a önkény mindenütt, tehát ez most egy kis szintje, ez egy közmédia, éppen azt tesznek tönkre, de hát ez nagy ország szintjén, nagy hatalmak szintjén, középhatalmak szintjén ugyanez van. Indulatos ember vagy? Láthatóan az. Igen? Nem, kedélyes. Abszolút kedélyes, kedves, soha... antiszociális, önmagam utogató. Ezeken nem. Sokkal azon, hogy nem történik semmi. Hát ez egy szánalmas kísérlet, mint egy szánalmas magyarázatok, szánalmas hazugságok. Csak azért tényleg azt mondja, hogy ez tényleg ez ilyen, én azért nem vagyok annyira öreg, de ez ilyen bővebb érzés, hogy 50-es, 60-as években egy tanúfilmben ezt elnéz, jókat derülünk rajta, de hát nem, most nem tudunk derülni. Most nagyon szomorúak, sőt, könycseppek, csillognak sokak szemében, akkor ezt látja, és emberek tehát sírnak. És akkor mondják, hogy Balázs, az ügyvédem azt mondta, hogy ez a szerződés szerintem nem szólalhatok meg, mert ilyen titokköt, és azt mondtam, hogy ezt felejtsétek el. Megnézem azt a bírósági pert, aki ezek után megindítan egy ilyen cég, hogy azt mondja, hogy itt hamisított, és elmegy, hogy hamisított. Hát ez nem működik így. Hát a hamisító miért nem indít pert, aki azt mondja, hogy hamisító főszerkesztő. És miért döntöttél úgy, hogy ez a megoldás, hogy ezt kell csinálnom? Hirtelen felindulásban nem. Nem? Nem hirtelen felindulásban eljut ember, hogy végignéz az eszközöket, mi marad hátra. Én nem hiszem amúgy, hogy ez a dolog, ez egy olyan eszköz, ami vállalhatatlan. Szerintem vállalhatatlan, ami miatt ezt az eszközt alkalmazni kellett. Más országokban is alkalmaznak ilyet, nyilván egy utolsó eszközök egyike, de ebben az országban, ebben az intézményben nem lehet rendesen sztrájkolni. Sokok miatt, törvény miatt sem, hiszen olyan, hogy gyakorlatban nem lehet, de azért is nehéz, amit mondtad, hogy egyszerűen nem állnak össze. A jogot én használhatom, de a jogot azt úgy kezelik, hogy nem tartják be, és akkor mit tudok tenni? Fizikai erővel nem tudom kikényszeríteni, hiába mondja a jogszabály, azt nem tartják be. Hoppá, kaptunk üzenetet, de betartják. Tehát akkor nincs más eszköz, és ez a nyilvánosság, tehát tulajdonképpen ennek a fő része az, hogy nyilvánosság előtt zajlik. Mert ha a B épület kijelölt helyiségébe átmentünk volna, akkor az olyan, mintha nem tennénk semmit. Tehát
ez csak ezért van ennek hatása, még ha ilyen kicsi a nyilvánosság, de hogy egyáltalán nyilvánosság van, és van egy része a nyilvánosságnak, nem tudnak elzárni. Biztos, hogy szeretnék elzárni a Facebookokat, a YouTube oldalakat, valószínűleg meg is próbálja valami mindenkori hatalom, megpróbálta Kínában is, hogy cenzúrázzuk, de akkor is ezt ma már nem lehet megtenni fizikailag, tehát ez egy jó dolog. Ennyit tudunk tenni. Balázni, meg a neveivel kezdenek játszani, ez azt jelenti, hogy nincs, nem, látják, hogy jogeszkő, erkölcs, nincs semmi, tehát akkor csak mocsokkal próbálnak. És ez mindenkinél elepleződik, tehát olyanok, akik engem nem biztos, hogy kedvelnek, azok mondták, hogy felháborítok a hajjasban.